bemutatni nektek önöknek beszélgető társamat, Hatvani Olivért. Mivel én csak egy szurkoló vagyok, Olivért pedig az életét töltötte a kosárlabda mellett, ezért nála szakavatott a segítséget nem sem tudtam volna kérni. Köszönöm szépen! Mielőtt elkezdenék a beszélgetést, még egy dolgot szeretnék kérni. Van itt a teremben néhány olyan ember, aki igazán méltó arra, hogy név szerint köszöntsük őket. Először is Bukowski Mónikát szeretném köszönteni. Én nekem a két lábamnak a nagy lábúja
körömből látszik, hogy szerettem a labdajátékokat, még akkor is, amikor nem volt labdám, rongyból csináltunk labdát, és nyilván néha a kőbe rúgtunk, és a nagy törmök azok elvettek. Kértek, hogy vállaljam el. Én megmondom őszintén, hogy nagyon szívesen elvállaltam, és mondtam, hogy igen. Ezek után a DVTK elnöke személyesen is megkeresett, és megkérdeztem, hogy igaz, hogy elvállalom, igaz. És akkor 82-ben megkaptam a megbízó levelet. Természetesen a közgyűlésnek jóval kellett hagyni. És nagyon érdekes, amikor engem jóval hagyta a szakosztály elnöki elnök megbízatásra, akkor Durvább György, 25 éves birkozó szakosztály elnöki teendői után hagyta abba és tiszteletbeli elnökére. És a másik még Tóth Lajos, pedig ugyanakkor a közgyűlés atlétika szakosztály elnökévé választották. Nagyon érdekes dolgok ezek, ugyanis én akkortól kezdve minden velem kapcsolatos és a kosárlabdával kapcsolatos írvadót, újságcikket, meg minden egyéb más lefűztem. Minden található ma is nálam. És a megbízatás az nagyon érdekes volt, mert ugye a DVTK-nál ott ugye más volt a szeret, nem tudtunk úgy gazdálkodni, ahogy szerettünk volna, mert csak azzal lehet, hogy gazdálkodni, amit engedélyeztek a szakosztály részére. Hát a középmezőnyben tudtunk szerepelni, de nagyon érdekes volt, 83-ban, amikor az Európa bajnokság döntője nálunk volt, és úgy emlékszik rá, hogy Winter Icuta szerepelt. És mindig ott van előttem, amikor a középvonalról az utolsó másodpercben bedobta azt a labdát, amivel a harmadik helyezték el. Jól emlékszem? És 84-ben pedig ugye moszkvai olimpia volt, ugye? Ott pedig ugye Winter Ilona és Megyesi Júli. Ezek mind szóba fognak kerülni egy kicsit később. Én azt szeretném megkérdezni, hogy te felmérted akkoriban 82-ben egyáltalán a kihívást? Tehát, hogy végig gondoltad, hogy akkoriban az, hogy ez az életedet teljesen megváltoztatja? Mert az a helyzet volt, amit én, amire én igent mondok, én csak olyanra mondom igent, amire képes vagyok. És fölmértem. Én tudtam, hogy nem szerint feladat, mert a gyárba is vezetői munkakör öltöttem be, és amellett kellett ezt a tevékenységet is elvégezni, és sokszor lettem királyosan este megbeszélni, amit napközben nem tudtunk megbeszélni, mert már utálni nem tudtunk. Ádi bácsi, nem voltál egy edzőfalu elnök. Hogyan találtál rá, hogy a kosárlabdázás fene gyerekére, királyságra? Hogy csámított a Dimonzsia? Az a helyzet, hogy Király Sanyi a Diós Győri Gimnázium torna termébe ismertem meg, amikor egy hatváros tornájára Kecskemétről ő meg lett hívva, egy
szép ifi csapattal. Király Sanyi is fiatal volt, és a csapat tagja is gyönyörű, szép, fiatal kislányok volt, és mindenkit megvertek. Ők győztek akkor ott a hatalmas. Na, a én anyam ma megöragadt Király Sanyi. És amikor arról volt szó, hogy edzőválás kell, akkor én Zéfán Pista bácsit megkértem, hogy beszéljen Király Sanyival, hogy szeretnék velük találkozni. Találkoztunk, egyet vacsoráztunk, igaz? Igen. És megérkeztünk. És akkor innentől folytassa Sanyi. Nehéz átvenni állítmányítom, hogy ezt a fondalat, mert megpróbálom. Ha ide jöttem egy Árpi bácsi hívózavára, az helyzet, hogy nem nagyon volt a terveim között, hogy Diósgyőrben, Miskolcra jövök. Sokszor jöttem ide, de én kecskeméti vagyok, és Kecskeméten akkor is már nagy szám volt, de akkor nagyon nagy volt, és el kellett mennem egész Soproni kosárlabda miatt, és Árpi bácsi ezt tudta, hogy Sopronba ideglenesen vagyok, és elküldte a Fazekas Mikibe, eljött el a Pista bácsi. Fazekas Miki akkor volt a elnök helyettes, igen, és arra nagyon emlékszem, karácsony előtt jöttek el, és mondta, hogy mindenképpen akar a Boros Árpád velem találkozni. És gondoltam, hogy hát jó, majd volt másik három klub is, aki abban az időben érdeklődött iráltam, és akkor meghallgattam, és eljöttem ide Miskolcra, és gyakorlatilag nagyon rövid időn belül, tényleg a rövid időn belül, egy hétvégén megegyeztünk, és gyakorlatilag idejöttem, tehát őnek egy 14. helyezett csapathoz jöttem ide. Elég de mondom, a BSE-be hívtak előtte. És a BSE akkor gyakorlatilag egy harmadik helyre kellett volna bajnoki aranyot juttatni. Hát sokkal nagyobb feladatnak tűnt, mint hogy egy 14. helyezett csapathoz. Még egy dolgot értem költve, nagyon, hogy nem való vagyok oda a BSE-hez. Az én stílusom, az én mentalitásom, az én fölfogásom. Ami nagyon megtisztelő dolog volt ott akkor abban az időben, hogy Árpi bácsinak is ilyen tiszta, határozott elképzelése volt, és ez szimpatikus volt nekem nagyon. És azért is tudtunk elég gyorsan megérkezni. Habár az Ékány Pista bácsi kísért ki a vonathoz, és azt mondtam neki a Pista bácsinak, Pista bácsi, ez az Árpi bácsi, ez nem ismer engem, de te igen. Úgy van minden, ahogy és akkor azt mondta az öreg nekem az indulás előtt, hogy úgy lesz minden, én mondom neked. És nem láttam meg, hogy idejöttem Miskolcra, tényleg egy szép 9 év volt. Volt benne nehézség is, de megérte, hogy itt ténykedtem ezt a 9 évet. Bocs, végig. Hát, mesélhetek? Szeretnék átadni a szót a hölgyeknek is. Igen. Igen. Király Sanyival én úgy egy
tudtam működni, hogy a játékos állományt úgy szerveztük, meg úgy állítottuk az össze, hogy a következő 6 évben a csapat 8-szor állt dobogóra, és ezt én egy hihetetlen érdemnek és sikernek tartom, és most is megelégedtem a választ. És akkor ő elmondta nekem, hogy
mindenképpen jó lenne ide kerülni. Igazából nem tudom, mindenki azt gondolta, hogy a TF-re fogok menni, mert hogy elég sok oldalú voltam mindenre rá, hogy sportban mindenre, atléta nagyon jó, atlétai eredményeim voltak, nagyon formáltam, hát minden sportban sikereim voltak igazából, de engem megfogott a kosárlabda, és csak arra koncentráltam, és akkor megfogadta a tanácsát, az itt, hogy ő azt tanácsolja nekem, hogy adja magamnak egy évet. Ha én az alatt be tudom magam dolgozni a vállalatba, akkor tanulni tudok maradni, és akkor mindig meg később tanulnom, és gyakorlatilag megfogadom a tanácsát, és így is volt. És akkor én 73 az érettség után kerültem ide, mert juniorben, és 15 évet játszottam, mint az juniorben. Úgyhogy igazából én azért igaz, hogy ők törzsőkeres miskolciak, tehát én is valamennyi alatt érzem magam. Jóci, te már kislánykorodban is kinyomtél a magasságot, adódott, hogy kosaras legyél, vagy indult a... Engedd meg, hogy mielőtt válaszolok, megköszönjem a megjelenteknek, és megköszönjem azoknak, akik a meccseinkre kiálltak a szurkolást. Ugyanis akkor mi ővérük játszottunk főleg. Úgyhogy most válaszolom, én igen magas voltam. Elvittek kézilabdázni a 34-es általános iskolába Bezsét tanárulóhoz, de kapusnak állított be, és borzalmasan mondtam. Úgyhogy javaslattam gyorsan. Nagy könyvtár látogató voltam, rengeteg volt, utána elvittek hatodikázni. Diákolimpián voltam, ezüstérmes futásban, magasugrásban, távolható gerejvalításban. És aztán úgy lettem mosolyos, hogy a Pedesi megkereste az anyukámat egy nyári táborban Bramstedt-e tanáróval együtt, hogy menjek, és nem szívesen jártam, mert mindig megverettek a lányok. Annak idején Kami bácsi volt az edzőnk, és volt, hogy elmondjam, azért ez a csapatjáték, és nagyon sajnálom, hogy többiek nincsenek itt, nevezetesen Jászka Erika, Hegedű Zsuzsa, Spisárkica, akikkel egy időben kerültünk be az első osztályi csapatok. Szóval ez a három lány, amikor én elkezdtem kosarazni, állandóan vert. Ugyanis fogalmam nem volt, hogy hogy kell labdát vezetni. Fogalmam nem volt. Annak idején bedobták a pályára a labdát, aztán csináljuk. Kami bácsi hívta, hogy még az edzéseket, aki nagyon jó edző volt egyébként, és csodálatos ember. De miután elindultam a labdával, labdavezetéssel, nem tudtam megállni. Tehát én nem önzősködni akartam, csak nem tudtam megállni. Elég gyorsan számítottam, úgyhogy ezért állóan kaptam az öltözőben főleg. De aztán nagyon megszerettük egymást, nagyon jó volt velük együtt játszani. Nem is tudom hány éve, most egy idő távlatában ne kell várni számolnám, mert így a hetedik X felé, hogy hány évet játszottunk együtt, de csodálatos éveket töltöttünk. És mondom, azok a szurkolók, akik kiálltak, emlékeznek még biztos erre a jó kis csapatra. Amikor készültünk erre a beszélgetésre, és Erika, Jászka Erika írt nekem, hogy szeretne jönni az unokájával, akkor arra gondoltam, hogy felteszik egy találós kérdést az unokájának, hogy felismeri a képen, hogy melyik a nagymamája, és akartam neki adni, adok is neki egy bögrét, egy amigére ilyen fontos bögrét, mert most úgy látom, hogy Erika semmit nem változott. Hát én nem csak egy pár
Szívvel élek. Most azt vagy mondjam el, hogy mindig volt olyan nagy eredményeknek. Az egy nagyon lényeges kérdés volt, hogy öt testi csapat volt, aki azért nagyon nagy játékerőt képviseltek. Nagyon-nagyon nehéz volt őket megverni. Tehát gyakorlatilag az, hogy mi vidék legjobbjai voltunk, az volt a legnagyobb siker. És pedig hát mindenki elismert, és mindenki azt mondta, hogy remek csapat a Diósgyőr, csak hát nem tudtunk tovább lépni, mert a pesti viszonyokat nem tudtunk előtt. Nagyon sokszor megvertük a pesti csapatokat, féltek ide jönni, de Budapesten is megvertük őket. Csak helyezési nem. Akkor két játékvezető volt, úgyhogy általában 57 ellen játszottunk. Tehát ez olyan budapesti hegemónia volt, hogy egy-két pont, de akkor is veszítenünk kellett, nem lehetett megverni őket. Onnan sikerült, mert megvertük őket is. Amikor olyan játékvezető volt, aki nem lehetett befolyásolni a Budapesteknek. Pillanat, de azért azt ne felejtsétek el, amikor kieséses torna volt, és akkor Kecskeméten azért sikerült a csapatot legyőzni a Király Sándor csapatát, és azért az egy komoly dolog volt, akkor nem annyi később. Én nem tudom, hogy 2012. Áronné férjelitte, csak érdekességében mesélem el, és a lányok az öltözőben szabályszerűen bele nyomkodtak a sorba. Tehát szülés után még nem sikerült, két hónapos volt a gyerek, és gyakorlatilag a gyerek ágy, úgy nyomkodtak bele a sorba, hogy egyáltalán föl tudja költözni a mérkőzésre. És megvertük a Kecskemétet, aki nagyon nagy ellenfelünk volt. Az, hogy Király Sanyi miket mondott rám, az inkább nem eleveníteném, de volt, hogy könnyebb átugrani, hogy megkerülni, nem igaz, hogy nem bírjátok megfogni, tehát ott igazán kihasználtam a testem erőnyeit. Igen, Jukának igaza van egyébként abban, hogy én is akkor jöttem vissza, szülés után 78-ra született az első fiam, és két hónapos volt a gyerek, akkor elkezdtem edzeni, mert kiesés ellen játszott a csapat, és 6 meccses tornán játszott Budapesten, akkor volna tenni vendégét, hogy egy magas embert, hogy bent tudunk maradni, és mindent azt számolgattunk, hogy most mit kell csinálnunk ahhoz, hogy bent maradjunk, és kiderült, hogy minden nap győzik ellen ahhoz, hogy bent tudunk maradni, és ilyen sokan és mindent, és minden meccset meg kellett nyerni, és akkor én is úgy voltam, hogy általában vittem mindenhova a gyermeket, és akkor a vízügy csapattal utaztunk, akkor mindig egymás után voltak a mérkőzések, a felnőtt és a vízügy vagy előtt fordítva, és akkor a gyermeket megszoktak a vízügyben, vagy meccselőtt, ha a vízügy csapat vigyázott rá, és velem volt mindenhol, mert egyszerűen nem tudtam ki ne hagyni a gyereket, de a csapat érdekében is, meg hát a saját maga miatt meg tudtuk oldani, hogy tehát ezeket nem jelentett problémáltak, hogyha volt egy meccs, akkor, mert akkor mentünk. Mert szerettük ezt a játékot. Tehát nem azért játszottunk, hogy mi most ezzel pénzt keressünk, hanem azért menni imádkos kosárlabdázni. Ez egy szerelem. Egy pár mondat erejéig térjünk már a moszkvai olimpiára. Ugye ez megelőzte egy bulgáriai selejtező, amit én úgy olvastam a korabeli írásról, hogy Megyesi Judit vitte hátán a csapatot. Hogy emlékszel vissza erre? Hát így, hogy én a saját hátamra vittem volna, arra nem emlékszem. Végül igazság, egy kicsit tegyétek közelebb. Arra nem emlékszem, hogy hátamra vittem volna, de eltűnik akár.
Arra emlékszem, hogy bejutottunk az olimpiára. Mondjuk ez egy szerencsés véletlen is, mert az amerikaiak nem jöttek el. Tehát gyakorlatilag, ha az amerikaiak otthonnak, akkor... De úgyse jó. De jó. Ha az amerikaiak eljöttek volna, akkor nem jutunk ki. Úgyhogy ez egy szerencsés véletlen volt, viszont ott voltunk, csodálatos volt. Egy hatalmas kaland. A szovjetek, tehát ők próbálták ellensúlyozni azt, hogy ez egy csomó olimpia, tehát ők mit éreztetek ott a rendezést vagy a lebonyolítást tekintve? Az a helyzet, hogy minket tényleg csak a játék érdekel. A győzelem, a csapat, a közösség, tehát más volt a szellemiség, mint most. Nagyon jól megrendezett olimpia volt, csodálatos volt. Én imádok enni, én végigjöttem az összes fél nemzet konyháját. Nagyon jól éreztem. Tudom, hogy szabad időnkben csodálatos dolgokat néztünk meg. Építettek oda olimpiai faluban egy koncerttermet, amitől szerepet az életben nem láttam. Tiszta fából volt. Olyan akusztikával, egyik csapattársammal, egy replikás Kovács Cával, replikás volt, Paris, már nem emlékszem. Elmentünk megnézni, hogy milyen a koncertterem, és Ravelóra szólt. Hát el tudjátok képzelni, hogy micsoda csoda volt, ott ültünk, rejünk közben, végighallgattuk. Tehát olyan, a mérkőzéseken kívül olyan kulturális élményekkel, gasztronómiaért egyetlen volt részünk, hogy ez egy örök élmény marad. Azon kívül kiálltunk a többi sportágra, versenyeire, szurkolni. Olyan volt, hogy ez mint egy nagy család.